A vulkanizmus egyik típusa a forró pont vagy forró folt vulkánosság, ahol a magma, az izzó kőzet olvadék a köpeny mélyebb rétegeiből feláramolva átégeti a kőzetlemezeket, és így olyan vulkánosságot okoz, amely nem lemezszegélyen, hanem a kőzetlemezek belső területein fordul elő. Ezeknek a modellezését most egy borszeszégővel és egy papírlappal fogom megmutatni. A borszeszégő fogja jelképezni nekünk a feláramló izzó magmát. Meggyújtom. Ez a papírlap pedig egy kőzetlemezt fog jelképezni, amelyik lassan elhalad az izzó feláramló magma, azaz a gomoly áramlás felett. Figyeljük, hogy mi történik. Ugye, ha kőzetlemezzel mi is történt, nézzük meg, hogy több ponton átégette ez a magma, az izzó feláramló kőzetolvadék. Ezeken a pontokon a valóságban vulkánok keletkeznek, majd ahogy a kőzetlemez tovább vándorol, akkor kialudnak, és egy újabb vulkán kezdi meg a működését. Aztán megint tovább vándorolnak, ugye több millió év alatt, így keletkeztek például a Hawaii-szigetek sorozata, ugye, amelyik lánc, forrópont vulkáni lánc elhúzódik ugye egészen a csendes óceán túlpartjáig, az ázsiai partokig. A forrópont vulkánosságra anyagát tekintve a bazalt vulkánossága jellemző. Bazalt vulkánoknál a feltörő láva anyaga az asztenoszférából származik, és ezért ez szilícium-dioxidban szegény, feszítő gőzökben, gázokban szegény, hígan folyó láva, amelyik enyhe lejtőjű úgynevezett pajzsvulkánokat hoz létre. Most egy ilyen pajzsvulkán fogunk építeni. Addig is emlékezzünk vissza rá, hogy milyen példát mondtunk, melyik szigetcsoportot mondtunk példának a forrópont vulkánosságra. Igen, a Hawaii-szigeteket említettük, és például most építsük meg a Mauna Loa-nak a makettjét. Ehhez szükségünk van egy kis Erlenmeyer lombikra, ez a lombik fogja képezni a vulkán belsejében található magmakamrát, illetve azt a kürtőt, amin keresztül fel fog törni a láva. A vulkáni makett megépítéséhez homokból temessük be ezt az Erlenmeyer lombikot. Így van. És csináljunk egy enyhébb lejtőjű vulkánt. Itt még eltüntetem. Ha ez a vulkán megvan, ugye szép pajzsvulkánt készítettünk, akkor ebbe a vulkánba, a magma kamrájába tegyünk szódabikarbónából, közönséges étkezési szódabikarbónából, mondjuk 2 vagy 3 kis vegyszerkanálnyit. Ezek után öntsünk rá málna szörpöt. Ugye ez azért szükséges, mert a málna szörp az sűrűbb valamivel, mint a később ráöntendő ecet, meg szép színes, és akkor nagyon látványos kitörést tapasztalhatunk. Beleöntjük ezt a málna szörpöt a magmakamrába, és már is működésre kész a vulkán.
ezt egy kis ecet hozzáadásával, beleöntésével tudjuk aktiválni, így lesz belőle működő vulkán. Ha nehezen indul meg a reakció, akkor tegyünk hozzá még szódabikarbonát. Öntsünk rá egy kis málnaszörpöt. Megindult a pezsgés, jól hallhatóan. Ugye ebben a modellben a kitörés ugye szódabikarbóna, ecet és málnaszörp segítségével szimuláljuk. Ugye jól látszik a gázok feltörése, illetve a hígan folyó láva, ami a vulkáni kúpnak, a pajzsvulkánnak az oldalain folyik le.